Sziasztok, üdvözlök mindenkit, kellemes hetet kívánok. Már itt szerdán, hát tudom, hogy tegnap kellett volna kezdődnie a hétnek, mármint, hogy hát kedden szoktuk a hetet kezdeni, de úgy alakult, hogy áttettük már ezt a tegnapi streamet. Picit megcsúsztam a dolgokkal, pontosabban nem is megcsúsztam, hanem alábecsültem azt, hogy mennyi időbe telik azt a dolgot megcsinálni, amit tegnap kellett megcsinálnom. De hát ez így alakult, előfordul az ilyen, ezért elnézést kérek, ma pótoljuk, úgyhogy itt vagyunk és nyomjuk. Jó, kórházazni fogunk, itt is van. Jó, picit rendbe tesszük, mert vannak problémák már a kórházzal, ugyanis hát egy picit, hát hogy fogalmazzak, tehát nem teljesen ott is azt csinálja mindenki, akit kell, amit kellene. This fine morning, especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on the bridge that leads to the town's ancient castle. Officials say people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Ah, it just won't be the same. Jó, rendben van. Oké, ez csak egy ilyen kis üzenet volt, hogy azt a kórházat is lassan csinálhatjuk. Bocsi, még megnézek valamit gyorsan. Oké, rendben van. Jó, aztán nyomjuk, mert tényleg vannak gondok. Lehet a szenzin kéne állítani. Már egy kórháznál is erre fogom. Már ilyen kórház szimulátornál is. Jó, na akkor ezt folytassuk. Oh, hello para. Köszi, hogy értesítesz. Na, itt van nekünk ez a kórház. Tudom, nem elegáns megállítani az időt, meg hát ez a gyengéknek az eszköze. De most mégis ezt kell tennünk. Ugyanis, hát alapvetően két dolgot kéne csinálnunk. Egyrészt a személyzetet kéne kicsit rendbe tenni, mégpedig olyan értelemben, hogy tehát, hogy mindenki azt csinálja, amihez ért. Például itt van Jóska. Jóska igazából diagnosztikai skillekkel van felruházva, illetve GP skillekkel, ami mondjuk nem rossz, mert a GP's Office-ban van. De ő például diagnosztika, és ő neki lehet, hogy inkább emit kéne lennie. Ő például pszichiátriára van szakosodva, és a DP's Office-ban van. DP? GP. GP's Office-ban van. Ugye itt van egy, mondjuk ő pont jó helyen van. Nővérke itt a Pharmacy-ben. És itt van az edény fejről lehúzóban, pedig pszichiátriai meg diagnosztikai szkély vannak. Tehát ez itt nem jó, és ezt elvileg rendbe lehet szedni, mondjuk éppen pihen. De nem tudom, hogy... Hát szerintem a szemetet üríti. Itt mondjuk pszichiáter van. Na szóval ezt rendbe kell rakni mindenképp, tehát a személyzetet. Másik, hogy itt egy kicsit pakulászni kéne. A helykihasználás nem az igazi. Egyrészt azt kéne, hogy szerintem ezt át kéne rakni ide. Kéne még egy DP's Office, meg kéne hely. DP? Mi mondok DP-t? GP's Office. Kicsit úgy lazítani a teren, hogy le tudjanak ülni. Mert látszik, hogy nagyon sokan vannak, nem tudnak leülni. Mondjuk recepcióra nem várnak sokan, hát az mondjuk pörög. De, na, tehát értitek, kicsit rendbe kell szedni a dolgokat. Jó, úgyhogy kezdjük is az elején. Azt mondja, hogy ide várnak 4-en. Ide 3-an, és ide is 3-an. Mm.
Csinálunk még egy GP's Office-t. Az biztos. Meg csinálunk szerintem még egy ilyen Easy Scan-t. Most azt nézzük már meg, hogy... Igen. Csinálunk még egy ilyen diagnózist, vagy ilyen ezt a General Diagnózist, mert abból csak egy van, ha jól látom. Igen. Pharmacy-ből van kettő. Még az akár jó is lehet. Wardból van itt egy. Szerintem azt átrakjuk ide, hogy legyen már egy kupacon. Jó. És akkor csinálunk egy kis helyet arra is, hogy legyen, legyen hely leülni. Mondjuk lehet, hogy ide lehetne rakni székeket. Megoldjuk. Jó, és ugye amit kell majd csinálnunk, hogy még egy épület kell, ahhoz, hogy két csillagos legyen a kórház. De ezt előbb rendbe kell tenni. Jó, másik pedig a személyzet. És itt meg lehet adni, hogy ki mit csináljon. Hát meg ilyen kis statokat lehet nézegetni. A pay review az most nem. Itt van a job assignment, hogy ki hova mehet és ki hova nem mehet. Ezeket fogjuk a második körbe rendbe tenni. Na, akkor rendezgessünk egy kicsit. Azt mondja, hogy ez a Deluxe Clinic, ugye a villanykörtés, illetve a headcrabes pácienseknek, ez biztos, hogy átrakjuk. Tehát ezt átrakjuk ide. Hát kicsit fura lesz az elrendezés, de... Hát Istenem. Itt még van egy ilyen... Videos... Kép. Ezt átrakjuk ide. Jó, és akkor... elvileg ez így rendben is van. Illetve átrakjuk... a... penszlebet is. Nyugodt most éppen, mintha lenne valami esemény, indítsuk csak el. De pont végzett. Ó, pont meghalt. Franz. Na mindegy. Nem azt, hanem az egészet. Jó. Hát betesszük ide. Majd rendezgetjük ezt, ha már jobban látszódnak a dolgok. És ezeket is visszük, mert ezek fontosak. Jó, másik nincs, ugye? Jó. Alakul. Akkor ide kéne még egy GP's Office, csak hogy ne legyen ekkora sor. Hát szerintem ennek a tükörképét meg tudjuk csinálni. Kicsit elpukulunk. Nem. Hát, hogyha nem is a pontos tükörképét, mert lehet, hogy kicsit nagy lenne. Ott a népek jó lenne, ha eltüledeznének. Akkor csinálunk egy GP's Office-t ide. Jó, legyen olyan, mindegy amúgy. Oké. Irattartó. Meg van egy csomó kudosunk is, majd azt is kiszedjük. Növény az nagyon fontos. Jó, a többi most egyelőre jó is lesz. És akkor hát nem tudom, hogy ide
szerintem ide rakunk még egy ilyen General Diagnostics-ot. Hát ide abban biztos a legjobb ilyen helyre ablakot lakni, de hát ide raktam izét az autókészüléket. Na, ah, ott van, jó. Csak az ne maradjon el, mert a tűz az veszélyes. Oké, és ide is egy ideális lyukát rakunk. Rakberendező az biztos nem leszek, de ez már korábban elölt. Oké. Okay. Jó. Akkor ez így rendben van. És akkor tulajdonképpen még a Wordot akarom átrakni. Hát át akarom rakni. Biztos, hogy át kell. Maradhat. Majd legfeljebb, hogyha nagyon megszaladnak az ilyen General Diagnosis-os páciensek, akkor megcsináljuk. Jó, és akkor ide dobunk le székeket, hogy le tudjanak ülni a páciensek. Hát, mindegy, amúgy. Rakunk ide is azért. Ne ezen múljon. Jó. Elfekve elé talán nem kell. Jó, ital és ételautomata. Hát rakunk ide is egyet-egyet. Nem azt mondom, hogy szép és tökéletes, de szerintem egyelőre rendben van. Ide nem tudom, mintha... Hát, rakjuk ide is. Ah, majd ha kevés lesz a szék, rakunk még ide is. De egyelőre szerintem ez rendben van. Jó, nézzük már meg a páciens lapot. Tehát 34 páciens van jelenleg a kórházban. Alapvetően jól néz ki. Hát igen, van, aki kicsit szarabb állapotban van. Ezt Wordba kell kezelni, ha jól emlékszem. Igen. De már be is küldték oda, úgyhogy szerintem az rendben lesz. Jó, egy csomó itt már meggyógyult, ezt látjuk. Jó, rendben van. És akkor nézzük a betegséglapot, hogy itt hogy alakulnak. Azt mondja, hogy a rockstarokat elég jó arányba gyógyítjuk meg. Ah, oké. Hát itt azért vannak gondok, mondjuk itt csak egy páciens volt, aki ilyen headcrabbel a fején jött be. És 50-50. Hát ezeken majd javítunk. Az a baj, kisimul ez még nem olyan jó statisztika azért. Most ilyen egy-két páciensből olyan sokat nem lehet levonni. Ez már inkább egy kicsit többet mond, hogy itt 20-ból 14, hát a kétharmados gyógyulási arány az nem a legjobb. Azért azt valljuk be. A többi már
nagyjából rendben van, mondjuk még ezen lehetne javítani, de itt ezek már azért jók. Hát a halálesetek az rettenetes, de szerencsére nem volt olyan sok. Hát a Rage Quit, hát azzal még nem tudok mit kezdeni. Jó, de amúgy ez szerintem rendben van. Majd hogyha valahol nagyon torlódik a dolog, akkor ezen javítunk. Hát egyelőre... Ide várnak ketten. Még azok átjöhetnének ide, ide nem vár senki. Ide ketten várnak. Derux Clinic, még azt most tettem el. De senki nem vár, meg ide se. Jó, hát akkor elvileg újabb szoba nem fog kelleni. Egyelőre legalábbis. De majd meglátjuk, majd meglátjuk. Szóval úgy néz ki, hogy ez így rendben van. Na, akkor nézzük meg az embereket. Staff. Hát elsősorban az orvos. Tehát menjünk szépen végig, mondjuk az asszisztensekkel. Hát ezek ugyanoda vannak beállítva, ahova be lehetnek. Hát ez oké, okay. Meg a janitor is. Aha. Ja, és ugye ezt nem is tudjuk, már nincs rá képesítése. Jó. Oké, okay, akkor az orvosokkal kell valamit kezdeni. Ugye, megvan, hogy milyen kvalifikációja van. Képesítése, csak kimondom magyarul. És akkor ahhoz kéne hozzárendelni. Ugye van egy... 2, 3, 4... pszichiáterünk. Pszichológus, hát nem is tudom, hogy mi ennek a jó pszichoterapeuta, vagy... Majd kijavítatok, hogyha hülyeséget mondok. Tehát ilyen pszichiáter képesítése négynek van, úgyhogy szerintem két... Sőt, hány izénk van? Csak egy ilyenünk van. Minek van ilyen sok pszichiáter? Na mindegy, lehet, hogy fog majd kelleni, hogyha nagyon besűrűsödnek a páciensek. Ott is van már Jóska gyerek, még ez pont nő. Aki ilyen rockstar betegségbe szenved, meg szerintem itt is van egy. Nem ő is az lesz. Sőt, az ott már meg is van utalva a pszichiátriára. Ki nem rúgjuk, az biztos, de akkor nézzük meg még egyszer a... hogy is van. Hogy ő neki van a legmagasabb képesítése, ő biztos marad. Diagnosztánk van elég sok, úgyhogy akkor ezt levesszük a GP's Office-ről, meg a Treatment-ről is. Tehát ő csak pszichiátrián van. Ugye itt ő neki komoly treatment skill-jei vannak, tehát őt nem akarom erről levenni. Hát... Ugye a GP's Office-ról biztos levesszük, mert neki nincs ilyen GP skill-je. Kérdés az, hogy vegyük el a pszichiátriáról. Hát ezt még hagyjuk függőbe. Jó. Na itt van Carl. Carlnak van GP, meg... hát jó bírja a dolgokat, maradjunk annyiba. Úgyhogy őt tartsuk GP-be, meg esetleg pszichiátrián. Viszont akkor a treatmentet levesszük. Most már majd figyelni kell a létszámra is. Jó. Ugye itt van ilyen diagnosztikai skillek, meg GP skillek. Camilla Milknél. Ugye pszichiátrián nem is dolgozhat. Tehát azzal nem kell foglalkoznunk. Hát őt vegyük el a treatmentről. Az a baj, ha levesszük a treatmentről, mert... Hát treatment skillek két orvosunk van, az nagyon kevés. Valószínűleg oda majd kell fölvennünk orvost. Majd nézzünk mindjárt a munkaerőpiacon körülnézünk.
meglátjuk. Tehát lehet, hogy egyelőre leveszem, csak hogy lássuk. Itt van Florence. Hát Florence csak diagnosztikát tud csinálni. Úgyhogy őt is levesszük erről. Poli a legjobb treat, egyik legjobb treatmentünk, őt meg levesszük a diagnosztikáról, meg a GP-ről. Úgyhogy ő marad itt. Hát ő meg... Hát pszichiáter és diagnosztika. És ez a gond. Szerintem ezért van a sok haláleset, meg ilyesmi, mert látjátok, hogy csak két olyan orvosunk van, aki tud treatmentelni, tehát kezelni pácienseket. Ez gond. Úgyhogy embert kell fölvennünk, akinek ilyen skilljei vannak. Jó. Mivel egy pszichiátriánk van, ezért Rodnit szerintem innen levesszük. Egyelőre. És őt ráállítjuk arra, hogy tényleg csak ezt csinálja. Pollival. Ja. És akkor pszichiátrián vannak 3-an, diagnosztikán vannak 4-en. Ebből 2 mehet pszichiátriára is, tehát ott van egy kis átfedés. Hát ez még határeset, mondjuk egy diagnosztát föl kell vennünk, sőt 2-t. Itt van egy GP-ink, meg egy GD office is, tehát egy ilyen általános diagnosztika. Hát egy orvost fölveszünk, az biztos. Sőt, 2-t. 2-t, mert ugye van GP-ből 1, 2, 3, 4, meg 2 diagnosztika. És egy 2, 3, 4 orvos van 6 helyre. Veszünk fel okvetlenül. Jó, treatmentre vannak 2-en, tehát treatment is kell. Szerintem pszichiáter most nem fog kelleni. Az egyelőre elég. Jó, akkor orvosból kell fölvennünk treatment, illetve diagnosztát. Na, menjünk a nővérkékre. Nővérekre, bocsánat. És már tényleg ezt a szót elhagyom. Itt ugye egy kicsit máshogy néz ki a dolog. Ugye... General Diagnosis skill-ek, ezzel 2 van. Hát nem szerencsés ez se. Na, a kardiológia az diagnózis vagy treatment? Ez az 1 millió dolláros kérdés. Diagnózis. Aha, jó. Hát mondjuk igen. Jó. Rendben van, akkor de is diagnosztikára kell, tehát diagnosztikai skill-ek kellenek. Oké. Na, akkor nővérek hova kellenek? Azt mondja, kellene a GD's office-ba. Így van. A pharmacy-be pharmacy skill-ek kellenek. Hát az, ott is szűkösen vagyunk. Mert hogy két farmaszink van, és egy nővér van ilyen skill-lel. Az nagyon kevés. Úgyhogy akkor olyat kell fölvennünk. Jó, őt viszont leszedjük a diagnózisról. Mert ő ugye pharmacy management, illetve ward management. És akkor ezt hagyjuk. Illetve treatment. Ami ugye a warthoz kell. Diagnosis and treat of range of ILS, igen, tehát ide ide ilyen képzettségű kell. Jó, akkor rendben is van. Nézzük Agátát.
diagnózis és ward. Hát, mondjuk akkor itt leveszik a pharmacy-ről, és akkor lesz diagnózis, hát kardiológia, ward. Ja. Jó, ez így oké is. Na, Cressida, bedside manner, treatment és diagnózis. Hát akkor a pharmacy-ről biztos levesszük, mert itt van a, akkor diagnózis, ugye kardiológia az is diagnózis, illetve a wardon is van diagnózis. Hát ezt meglátjuk, ezt itt hagyjuk függőbe. Most ezt nem tudom. Mert ugye sok wardunk, tehát két wardunk van, és ott azért figyelni kell. Jó, na itt van treatment skill-ekben, ő magasan van, úgyhogy leszedjük a diagnózisról és a gyógyszerről. Ez tuti, illetve itt van Osman Malarki. Ő csak simán boldog. Hát, hogy tartsuk meg ilyen mindenesnek. Hát nem szerencsés. De mindegy. Jó. És akkor őt hagytuk függőbe wardra. De a treatment az csak wardon van. Jelenleg. Hova nővér kell. Yeah. Igen, mert ide orvosok kellenek. Hát akkor hagyjuk a wardot is. Akkor wardra van bőven elég emberünk. Viszont őt akkor lehet, hogy levesszük. Mert ha itt van elég ember, akkor itt ne legyen. Hát itt van kevés ember. Hát és ez se sok. Jó. Szerintem ez így rendben van. Na és akkor nővér kell a gyógyszeres részlegre, az mindenképp. Hát diagnózis az szerintem így kettő elég, mondjuk négy helyre van, kettő. Az nem sok. Vagy három helyre, bocs, mert két diagnózisunk van, meg egy kardiológia. Jó, akkor nővért is veszünk fel diagnózis skill-lel is. Meg kell, hát ward skill, az is kell. Tehát akkor mindegyik kell. Nagyon szörnyen állunk, jó. Tehát nővérből kell mindenhova. Orvosból akkor... hogy is volt? Kell a GP's office-ba, meg kell treatment. Így van. Na nézzük. Állj arra. Hát ez nem túl bíztató. Mondjuk ő neki van treatment skill-je. Junior orvos. Föl vagy véve. Bocs. És akkor adjunk is neki jobot. Mi a majonéz? Rendben van. A többieknek semmilyen skill-je nincs. Hát ezt erre a tréningre majd még rá kéne nézni, hogy... Hát hallgatunk. Lehet-e itt trénálni? Ránézünk. Oké, és keresünk nővért. De itt 8-at ír, akkor miért nem 8? Level 10 hospital kell.
14 nap múlva lesz új. Na, akkor majd megnézzük. Jó, nővéreket nézzünk. Oké. Rózi komposzt. Mindenképp felvesszük. Referencia szemetel. Mit szemetel, hülye? Mi? Bunkó. Jó, nézzük még ki van. Van itt egy gyógyszeres. Az is kell nekünk szerint. Hát lehet, hogy most már nem kell. Mondjuk őt beasztanánk Wardra. Mint meg Pharmacy-re. Tehát akkor te csak Wardot csinálsz. Hát, mondjuk Pharmacy se árt. Ja, jó, legyen olyan. Itt diagnózist ne csináljon. És akkor itt van a másik jány. Ő meg csak Pharmacy. Na és akkor négyen vannak két gyógyszerre. Két gyógyszertárra. Ezek így megosztva. Hát, nem szerencsés, de meglátjuk, túlköltekezni se kéne nagyon. Bármennyire szarú is hangzik. Jó, és akkor nézzük meg, hogy asszisztensünk. Szerintem az van elég. Mickey Eruption. Jó, csak pillancsunk már a staffra. Pandora, oké, okay, jó, hát most éppen dolgozik, majd váltanak, amúgy egy recepció van. Jenny, hát itt lehet, hogy kéne. Na, akkor veszünk föl gondokot is. Hát, szellembefogó nem biztos, hogy kell. Karbantartó, oké. Okay. Hát ez kéne. Tehát aki tud karban tartani, és upgrade-elni is. Félek lassan, hogy túlköltekezünk. Na nézzük. Ezen nem nagyon tudok eligazodni egyébként. Staff. Ez a morál. Pay satisfaction. Én elmondom, hogy stagnál. Staff training. De lesz majd egy ilyen szoba, ahol lehet trénálni? Vagy már van, csak nem vettem észre. Lehet később lesz. Jó, biztos, hogy később lesz. Jó. Oké, és na, akkor eddig rendben vagyunk. Hát itt tudunk húzogatni egy kicsit. A különböző kezelések, meg diagnosztikai árakon. Egyelőre ez maradjon így, ha nagy szarba vagyunk, majd kicsit állítunk rajta. Itál nem kell. Találó nevek. Jó, oké, okay, finance. Jó, fölvetünk most egy csomó embert. Hát még nem csomót, már négyet. Ötöt. Igen, nem négyet. Nem nagyon volt nővér, igen. Jó. Pénzünk van. Hát itt ez lefele mutat a nyíl, sose jó. Na jó, indítsuk el az időt szerintem. És akkor nézzük meg, hogy mi történik.
ide még teszek pár széket, csak hogy biztos legyen. Ja, meg lehet, hogy ide is kéne még... Hát budi biztosan. Ja. Ide építünk egy budit. Nehogy baj legyen. Szárító ide, kuka. Kuka. Tűzoltó készvég. Jó. Oké. Nem a legjobb helyen van, picit áttesszük. Hát igen, ezek a szűk kórházi folyosók. Na jó, fog majd ezen alakítani, most egyelőre legyen itt. Jó, meg ide teszünk még pár széket. Hoppá. Jó. Na, hát ami kell, mindenképp kell még ember, orvos, ugye? Orvos. Orvos kell, mert nővért tudtunk valamennyit fölvenni, meg karbantartót is, hát asszisztens nem kell. Egyelőre, aztán majd meglátjuk. De egyelőre ez így jó. Na, akkor peregjen. Ugye itt ő most... Szegény... Well, would you believe it? A tree came crashing through my conservatory last night. Well, no sense dwelling on the past, and the place does look greener now. Here's a nice song to celebrate. Jó, egyelőre úgy tűnik, hogy rendben vagyunk. Ugye itt van egy staff request, még egy szellem kéne, hát... Jó, hát ezt vagy lesz, vagy nem. Jó. Jó, rendben vagyunk, úgy néz ki. Hello, Miska. Jó, van upgrade az Easy Scale-re. De szerintem nem erre, hanem erre. Így van. Csak itt megvárjuk, hogy ezzel itt végezze meg. Mi baja van? Kihalt meg. Oh, shit. Hát úgy néz ki, srácok, meg lesz a harmadik szellem is. Szomorú egyébként. És még pluszba vagyunk. Hát ezt ti pont nem láttátok. De 3000 dollár profitba vagyunk egyelőre. Jó, hát aztán majd meglátjuk. Na, itt a nővérke. Hát meg jó, ha vannak szkíje ide, úgyhogy... Nem pontosan értem, hogy miért halnak meg, de ez van. Jó. Emergency, lightheadedness. Ebből egy izénk van.
De nem baj. 7 páciens, Deluxe Kliniken. Tudjétek. Jó. Jó, hát itt a challenge, ez oké. Okay. Kéne ha szőr, bocsánat. Hát lövöldözni kéne ezeket a... Hát patkányok. Hát, itt szoktak szaladgálni egyébként. Jó, a Deluxe Clinic itt van. És ide kéne egy orvos. Aki... Nagyon jó treatment skill-ekkel rendelkezik. Shit. Mondjuk Polly. Hol vagy Polly? Te épp itt vitatkozol, jól látom? Te vagy Polly? Na gyere csak! Te itt most. Ott most ott leszel. Jó, és ezek azok a... Mert még lehet, hogy nem értek ide. Leave your toilet at home with chocolate spongy cake balls. Made with the most absorbent edible substances that science could find. For the person about Szék town, van, le tudnak ülni. With more liquids than time. Aha, itt jönnek el. Soak it all in. More to point, more often. De ez csak három. GPS-be sokan várnak. Ó, itt jön a többi is. Jó, akkor nem egy buszba jöttek. Jó, 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 jó. Hát remélem, hogy 6 hetet meg tud csinálni. Ő amúgy patentorvos, tehát elvileg meg kéne tudni csinálnia. Ennek ráadásul headcrabje van. Köszi Miska. Vészhelyzet van, ilyenkor muszáj. Muszáj fókuszálni a problémára. Jó. Egy megvan. Nem Miska semmi is. Te átiszom. Nézem, hogy patkányok vannak-e, de nem látok őket, nem látom őket. Rumostel. Nem, nem. Ne basszatok ki velem, hogy most kell javítani ezt a kurva gépet. Bocsánat. Végül is csak heten várnak ide. Csak építek még egy. Hát igen, Miska, én is ezt mondom. Nem jó ez így egyébként, de... Hát
a szükségtörvénybont. Jó. Meg kéne ide egy orvos. Oli van ott. Rodney. Ha! Látom, te itt csak ücsörögsz. Ha már úgyis csak ücsörögsz, akkor ne ott ücsörögj már. Megteszünk le székeket. Na, peregjem. Jó, hát szerintem így meg lesz. Jó, eddig egy se halt meg, ami nagyon jó. Hát most nem fogom upgrade-elni. Nem ez a legjobb pillanat most erre. De ez nem is emergency. Mindegy, győzünk. No sleeping in the corridors. Jó, jó lesz, jó lesz. Annyi, 8K a fejcsere, Miska. Na még ezt a headcrabest. Haladjatok, srácok. Zsír. Na, ez jó, jó meló volt. Hát igazad volt, Miska, kellett a plusz egy. Kellett már. Nem lett volna meg. Szép munka. Kaptunk 20K dodót. Azon felül, amit ugye a páciensek fizettek. Jó, ezt leokézzük, és itt van egy promó. Doktorból konzultant. Az magas. Na lássuk, egy kis görbülés, mutasson az a mosoly, ez az. Jó, rendben van. Oké is. Jó, hát szerintem rendben vagyunk. Nővér kéne. Vagy orvos kéne pontosabban. Na. GP is kéne, ugye, hogy mi mit beszéltünk? Hát kéne GP, az biztos, meg kéne treatment. Így van. Mondjuk szerencsére pont ilyen GP-sek vannak. Teddyt fölvesszük. Ez tuti. Meg... nézzünk nővért. Nővérből is diagnózis kell, ugye? Hát...
diagnózis kéne. Jó, jó, jó. Na, akkor azt mondja, hogy diagnózis és pharmacy management. Veszük őt, és akkor az úgy lefed sok mindent. Jó, na viszont ezt állítsuk is már be, hogy... Pharmacy Management diagnózis, akkor Wardba most ne menjen, Wardba amúgy is vannak, nem akkor ő diagnózis és pharmacy, és akkor az orvosoknál... Ugye itt GP van, úgyhogy ő csak GP-re. Teddy Dork, ő az új, akit felvettünk. Úgyhogy ő csak diagnózis, vagy mi GP-be lesz. Egyelőre akkor szerintem jó vagyunk. A lóvé pörög. Írja is, hogy a profitunk 47k volt. Zsír, az nagyon jó. Itt hosszú a sor. Akkor csak kell még egy pszichiátria. Old Henry Jobsworth, the local health and safety inspector, is threatening to close down Medidung Farm. Apparently the place is infested with cows, pigs and chickens. Steady on, Henry. Valahogy így szokta. Ablakot teszünk. A Deluxe-ot majd upgrade-eljük. Ne felejtsük el. Hát rengeteg dolog van. Növény, az kell, hogy jó érezzék magukat. Teszünk posztert is. Kandalló az talán kicsit erős. Ezek amúgy jó cuccok. Ezt kudoszra lehet állokkolni. Megnézzük majd ezeket is. Egyelőre legyen ennyi. Pszichiáterünk van. Na, és akkor ezt lehet upgrade-elni, ugye? Többi rendben van egyelőre. Ágyat nem lehet upgrade-elni. Jó, akkor szerintem most rendben vagyunk. De kell majd egy doki. Hát igen, ilyen oroszos karbantartás van, Miska. Granny Power. Mondjuk ő pont most upgrade-el. Egyébként ma pont ezt csinálták nálunk a házba is, cserélték a lépcsőháznak az üveg, az ablak falát. Ha szabad így fogalmazni. Kb. Így. Mondjuk azt jobban nem lehet. ezt igen. Na írja, hogy a lot of patients are queuing. Kéne még orvos. Hát igen, az biztos, hogy nem annyi orvos kell, ahány szoba van. Hát, Miska kalapáltak, mint az őrült. Hát nem majd a vezehelyes sem maradjunk annyiba. Staff challenge. Hát igen, ez nem sikerül. Jó. Akkor kéne még orvos. Tettették a munkát, az is lehet. Csak zörögtek valami, vagy azt higgyük, hogy dolgoznak. Mondjuk nem néztem meg. Ma nem kellett kilépni a házból.
Our roving reporter, Sally Figblanket, has been out recording a new segment on Two Point County's hospitals. I've never actually seen any of her pieces, but I'm told they're very good indeed. Kéne még akkor orvos. Keep up the sterling work, Sally. Hát, főleg treatment. Pont itt van egy jó treatmentes. Úgyhogy akkor őt fölvesszük, és akkor a pszichológusunkat... Doctor needed in GP's office. Hol is van? Itt van. Rosszul láttam. Igen, nőért vettünk fel, az se gond. Őt akkor ide tesszük, az biztos, hogy legyen. Na és akkor most vegyünk fel orvost. A pszichiáter. Mondjuk itt van egy treatment. Hát itt akkor ezt felveszünk. És akkor azt tudjuk csinálni. Itt egy picit állítunk ezen. Azt mondja, hogy Claire Moon ő csak treatmentet csináljon. És akkor akinek van pszichó képzettsége, ő csak csináljon csak pszichót. Viszont akkor kell majd a GP's office-ba. Jó. Akkor veszünk fel a GP's office-ba. Csak most olyan még nincs. Na nézzük. Várunk egy kicsit, aztán veszünk fel embert. Na, amúgy alapvetően nem olyan rossz a helyzet most. 2-3-an várakoznak. Sok. 4-5 várakozunk van. Hát várunk egy kicsit. Hát ha kisimulnak a dolgok. És addig a többiek halkan tudtak lopni. Nem, micska semmi ilyesmi. Vagy hát gondolom, nem? Újabb promotion. Orvosból konzultant. Camilla Milk. Belefér. Görbüljön az a mosoly. Hát GP's kéne még. Nagyon kéne. And now the news. A dangerous animal has escaped from Grockle Bay Zoo, but the authorities have yet to reveal what species. Rumor has it that it's a 9-foot half tiger, half rhino with a big appetite. And just think, jó. You won't need to buy a na, ticket to see it. Szerintem ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Szerintem csináljuk meg ezt a harmadik épületet. De majd veszünk fel orvost. Ide is, hát igen, hiányolja nagyon. Mondom, ez a baj, hogy most nincsen senki. Várok 3 napot, hát ha beugrik egy streetment. Nem egyszerű ez. Várunk egy kicsit. A polgármester unokatestvére beteg.
küldjétek. Mindig is szerettem a... az ilyen... ilyen... nem mindegy. Ő az? Vagy... vagy ő? Hogy lehet még csak most hozzák, aha. Hát mindegy, őt előre veszik a Q-ba. Na, itt van, itt van, itt van. Szengyel. Ezt megcsináljuk, és akkor utána tényleg tovább, igyekszünk tovább lenni. Na, a díjak. Na, nézzük. Még mielőtt kikezeljük. Jaj, bocsánat, nem figyeltem. Az évorvosa nálunk van. Ez szuper. VIP vagyok, ne is nézd a listát. Mint régen a diszkó vagy, föl vagyok írva. Az év nővére is nálunk van. Ez is nagyon örömteli. Karbantartó. Ő sosincs nálunk, látjátok, nulla díjunk van ilyen. Valamit tenni kell. Asszisztens zsír, az nálunk van. Pandora Dynamite már zsinórban harmadik éve szerintem, ha nem több. Az év alkalmazottja, ő is nálunk van. Hát haláleset megint volt. Ami szomorú. És a Prestige nem nálunk van, az baj. Na, Patience Choice. Ez fontos díj. Így van, szuper, szuper. Jó, hát még van hova fejlődni. Janitor és a halál kapcsán itt még van mit tenni. Jó, na nézzük, hol a VIP. Itt van. Appointment GP's of... ne viccelj már. Egyből lenyomtam egyre. Várjátok csak egy kicsit. Egyáltalán látjátok-e, amit mondok? Pont itt lent, szóval, hogy lássátok. Ne várakozzon már. Amúgy is úgy szokott lenni, hogy orvos és tehát egészségügyi dolgozó és közeli hozzátartozója az megy soron kívül. A szabályokat meg... picit tudjuk rugalmasan is kezelni. Na, hol van? Csak én nem látom. Ja, itt van, jó. Irány a ward, ott mondjuk hely az van. Akkor meg is van a diagnózis. Jó, nővérke, nővér, bocsánat, treatment, diagnostics, nagyon jó. Egy nagyon jó képzett nővérünk van, adunk neki egy kis pénzt. Így most kap fizetésemet. Emelést. Véletlenül kis prémiumot adatolunk neki. Na mi van? Jó lesz, jó lesz.
GP's Office-ra nagyon sokan várnak. Amíg itt Júliát kezelik, addig akkor ránézek, hogy van-e új orvos. Mindig nincs diagnosztika. Francénye meg. The new number one album from Jasmine Odyssey, featuring the hit singles Nice Smelling Face. You've got a nice smelling face. And Fish Whispers. Kézis. Ennyi, ennyi. A VIP meggyógyult. Salivation, the new number one album from Jasmine Odyssey, is jó, out na itt mi történik? Challenge? Halál nélkül néhány hónapig. Három hónapig. Próbáljuk ki. Tehát egy 90 napos időablakban ne legyen halál. Hát igen, az a baj, hát kéne orvos. Én nem tudok mit csinálni, fő kell lennem olyat, aki nem ért hozzá. Vagy hát nem abban a legjobb. Na, megvárjuk még ezt. Szuper. Itt is vagy. És már is. Peter Campbell. Na, ennyit a 90 napos időablakról. Ki halt meg? Hát nem baj, most újraindul a 90 nap. Ugye kiderül. Visszaöltözik és... Újraindul itt a 90 nap. Treatment has failed. I'm sorry to say, a patient is dead. Na, jöhetne a szellemírtó nyonya. Jó. Ez tényleg a problémánk, hogy nincsen, hát mondjuk egy ilyet be tudok állítani még esetleg GP-zre, de... Téged is. Hát mondjuk őt már lehet, hogy beállítjuk ilyen vegyesre. I've been informed that the local library is implementing a new policy this week. Head librarian Penelope Stafford, tired of so many people forgetting to return books, is threatening to sneak into our homes at night and recover any overdue volumes while we sleep. Addig nem veszünk meg az új buildinget, mert akkor ő is valószínűleg lehet azt is megnézni. De ezzel a szellemmel valamit kéne kezdeni, nem? Hol van az, aki érte ez? Ő az. Oké, akkor most gyorsan fel is takarít. Nézem most, hogy nincs se itt automata, semmi.
Hát akkor dobunk le párat gyorsan. Jó. Hát szerintem... nagyjából rendben is vagyunk. Itt már topzódás. Veszekedés. Jó. És rakunk pár ilyen növényt. Szerintem ide várnak 4-en, 3-an, 3-an, 3-an. Aránylag ez jó. Jó. Jónak tűnik. Na, elmegy a Health Inspector. Reméljük addig haláleset se lesz. És akkor megveszük a harmadik épületünket. Itt ezek nagyon... nem értenek egyet. Hát... előfordul az ilyen. Tough challenge. Igen, fél, nem sikerült a... hát, ez van. Sajnos. Hogy lelőttem a kis szemetet. Na ez volt az a patkány, akit kellett volna gyűjteni. Megint meghalt valaki, ezt nem hiszem el. Pedig itt milyen treatment skill-ek vannak? Lazy bones. Don't forget to tip your nurse. Hűha. Maintenance announcement. Automated snack machines. Itt aztán diagnosztizálták el mindennel. Az a diagnosztizálták, ami a betegsége volt. Pont ott megy a Health Inspector. The hospital may well be haunted. Granny Power megold mindent. Na. Pickó megy el. Pickó, ugye? Első ránézésre Pickó. Mindjárt megjön az eredmény is. Várjuk. Jó, hát közben pörögnek a dollárok. Ami jó.
megint küldött egy 30 oldalas jelentést, nem olvastuk el, teljesen rendben van a kórház. Spectacular, szuper, szuper. Oké, na és akkor hát ez 75 ezer dollár, ez 25 ezer. Hát csak ne dúrjuk már itt a játszóteret, nem? Milyen bunkóság. Megvesszük ezt. Nővérke sincs elég. Nővér, mindig nővérkét mondok. Jó, hát Diagnostic Skill, az nagyon jó. Meg van itt egy treatment is. Hát itt fölvesszük. I'd like you to all think of a butterfly sleepily waving its colorful wings. Isn't that a lovely image? A többivel. Meanwhile, in the news today, the mayor has announced a 100% increase in our taxes. Jó. Szuper. Itt akkor felépül lassan az épület. És már is két csillagosak vagyunk. Nagyon jó. És van új szintje az Extract a Pennek. Miska már kész van. Infókoron az ember. Jó. Rendben van. Mit is akartam? Ja, Extract a Pen-t kéne upgrade-elni. Ez itt van. Vannak most ide? Hát egy valaki. Na akkor ezt megcsináljuk és akkor utána. Jó, na és akkor itt írja, hogy mi kell a három csillaghoz. Hát 20 páciens meg kell gyógyítani. 70%-os gyógyulási rátával. Hát majd igyekszünk. És az attractiveness-en kéne még javítani. Jó, mindjárt bevásárolunk. Csak ezt akkor felupgrade-eljük. Jó. Megint egy emergency. Pharmacy. 5 patients. Verbális. Hát, hogy magyarul mondjam, ez a szófosás. Már bocsánat a kifejezését. Ezt kéne felupgrade-elni majd. 4-es szintre. Ez a challenge itt. Csak most figyelek, hogy gyógyszeres emergency-re. Jó, oké is. Jó length 2. Itt pedig jó length 3. Kös, de majd odafigyelünk. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. A szófosásra írod a duct tape-et, Miska? Igen, az se egy rossz ötlet. Előrébb hozzuk. Ő egy. 4
mindjárt felhozunk kettőre. Fear not, faithful listeners. Your favorite radio personality, Sir Nigel Bickleworth, is back. As much as I would like to quit this infernal booth forever, I just cannot deprive you of my wit. Jó, akkor elvileg. I take the responsibility of being your only source of intellectual stimulation very seriously indeed. More instantly forgettable melodies coming up next. Igen, olcsó, gyors. Hát igen, alapvetően. Bár nem tudom, hogy mennyire csak tüneti kezelés, de... elkaptuk. Egyre jobb az aim-em. Legalább itt, ha már Warzone-ban nem. Jó. Na, az attractiveness-e mindenképp kéne javítani, mert már csak az van hátra a három csillaghoz. Úgyhogy akkor... lemegy ez a emergency. Eddig jól halad. És akkor utána... bekattintjuk ezeket is. És akkor gyakorlatilag a kórház kész is van. Mondjuk nem tudom akkor minek ez a harmadik épület, de... ha már ez volt a objektív, akkor... akkor legyen így. És akkor elvileg már csak ez az egy van, aki pont bent van. Jó, szuper. És akkor pencleben javítunk. Egyrészt veszünk ide pár dolgot, hogy level 4 legyen, mert ezt a challenge-et még megcsináljuk. Hát mit tudunk ide rakni? Lékondi. Valamit javított. De mi van bent? Poszterek vannak bent. Kézfertőtlenítő. Kávéfőző. Egyből level 3 lett a prestige. Ja, ne. Rózsa bokor, azt a kurva. Kaktusz. Egy csontváznak, az mindenképp. Hát még ez sokat nem adott a prestigehez. Nehogy elkezdjenek meghalni a páciensek, mert annak nem örülnék. Hát ezek az a baj, már nem sokat adnak. Lehet, hogy itt a méreten kéne növelni. Delighted to say I will be giving a lecture at our local university on the topic of pretentiousness, namely how to do it correctly. Perhaps my contribution will put a halt to the alarming standards in our community. It's just a darab. Jó, hát ennek nem sok értelme van így. Hoppá. Jó, nem erőltetjük, mert ez így nagyon nem praktikus. Tehát így, ez úgy nem szerencsés. Ha furán néz ki ez, hogy növelem a méretet, az... tök irreális, izé.
Jó, viszont ezen még javítunk, és akkor meg lesz remélhetőleg most már 3 csillag. Hát, van itt nagyobb légkondi is. Nem tudom, hogy ez javít-e. Mindegy, egy kicsit lehűtjük a dolgokat. Hát sokat nem javított, úgyhogy akkor rakunk növényeket, meg posztereket. Ide mondjuk kell ember is. Inkább attractiveness-en javítsunk most már tényleg. Hát ez javít. Alapvetően. Túl sok karbantartom van. Hát az az igazság, hogy nem mindig látszik. Jó lefedettség kéne így a zöldetekintve. De pont nem fér be. Try our new flying saucers. They're out of this world. 24 hours a day. This is 2 Point Radio. Hát alakul, csak szép lassan. Hát teszünk még akkor ilyen posztereket is. Ó! Oh. Nem figyeltem, hogy díjkiosztó is lesz. Na nézzük. Csak kinyitjuk egybe mindet. Csak lépjünk túl a... Hát ugyanaz megint. Ugye haláleset megint volt, hát ez egy janitor. Na, van egy csomó levelünk. Special report. Ja igen, ez, hogy kigyógyítottuk őket a szófosásból. Promotion. Új betegség, likantrópia. Az erdőkben terjed. Teli holdkor. Vagy a ajtókilincsekről. Újabb betegség. Inflated ego, tehát felfújt ego. Narcisztikus gondolatok. Hát igen, a környezetnek nem kellemes.
pszichiáter kell. Tehát, hogy hogyan kezeljük, a felfújt egót kiszúrjuk egy tűvel. Újabb challenge, VIP jöhet. 10 páciens? Ja, ez jó, ez csak lokál challenge, oké. Okay. Ja, és ott tartottam, hogy attractiveness. Tovább poszterek. Képek. On Two Point Radio. The Orb Foundation's healthcare division is nothing but a load of hocus pocus hogwash, if you ask me. It doesn't take a brain surgeon to see the only thing they're good at is brain washing. Micsoda. Csak vannak még itt. Arcade machine van egy. Ó, és meg is van. Szuper, megvan a három csillag. Ennyi, srácok. Meg is van. Jó. Folytassuk, mert akkor ezeket még megcsináljuk. Illetve van extract pen harmadik szint. És mivel most ide nem is várnak, ezért ezt föl is upgrade-eljük. Majd a penslab az nem. Radio reporter az most itt körülnéz, meg 10 páciens kell, ez mindjárt megvan. És hogyha ezek megvannak, akkor megyünk is tovább a harmadik kórházba. Megvan a 10 páciens, szuper. És akkor tényleg még itt megvárjuk, amíg ez a VIP végezés. És készen is vagyunk. Kösz, Miska. Lehet, hogy kéne még egy... Nem kell karban tartani. Hol van Granny? And now for Sir Nigel Reviews, in which Sir Nigel reviews the new fitness center in Lower Bullocks, the Steel Buns Gym. I spent a very pleasant afternoon in the sauna, but did not care for the smells as one walks down the corridor. In short, I will stick with the perspiration spa in Grockle Bay. Jó, épp upgrade-el. Na, bedobtuk a mély vízbe. Megoldotta.
Na mindjárt végez a rádió riporter völgy, és akkor csináljuk is a harmadik kórházat. Valami nem tetszik neki? Menekül innen, úgy tűnik, hogy valami nem az igaz. Na mindegy, megvárjuk az eredményt, és akkor utána tényleg most már megyünk tovább. Ez így, úgy akkor úgy tűnik, hogy rendben van. Hát profitálunk is elég jól. Úgyhogy jók vagyunk. Belekezdünk a harmadikba is. Ő itt fáznak? Fázott a papá. Kicsit megakadt közben, de ez is meglett. Hát jó, még éppen jó neki. Fázik. Én nem tudom, miért van itt kettő, de... Jó, elment a VIP. Megnézzük a jelentését. Don't mind telling you it's a bit nippy in the booth today. The heater is malfunctioning and the window is stuck in an open position. I have no choice but to engage in vigorous exercise. Now, if you'll excuse me. No. Nice big positive mention. Super. No. Hát srácok, akkor ez a kórház is gyakorlatilag kész, hát nyilván még lehetnék mit csinálgatni, de szerintem menjünk tovább. És akkor nézzük meg ezt a harmadik helyet. Hát nem tudom, hogy lesz-e negyedik, szerintem lesz. Nem tudom, mennyi van még egyébként. Itt is vannak kórházak. Na én nézzünk rá erre. Kezdjük el. Ah, és akkor itt lesz, írja is a staff development-et. Akkor itt lehet képezni az orvosokat. De kell hozzá egy engedély. Hát, gondoltam. A minisztériumtól. Oké. Okay. Na és akkor négyes színnek kell lenni, 7 embert föl kell venni, és a morálnak 55%-nak kell lenni. Jó, hát csináljuk. Első dolga a recepció. És oda kell egy asszisztens. Választék nincs, de... Oké. Okay. Jöhet a GPs. Get out.
teszünk mindent. Mondjuk ember kéne. Hát... mondjuk őt. Okés. Jó, hát... nem tudom, hogy ide csináljunk-e várót. Mekkora ez a kulipintyó? Aha, ekkora, és akkor itt van ilyen plusz hely. Hát ide teszünk székeket szerintem a izé mögé egyelőre. Hát meg is állítom addig, mert nagy elmenjenek a páciensek. Hát neki pont ward kéne. Hát hova tegyük? Azt nem ide kéne. Hát tegyük ide mondjuk. Board. Nem adta ki. Most így jó lesz. Mondom én. Jó. Így jó. És ide kell egy nővér. Semmi skill. Nem baj. Mind-mind tanuló. Jó, akkor kell egy sima diagnosztika. Ide is kell egy nővér. Hát ledobjuk őt mindig. Amúgy. Jó. És akkor... egyelőre ennyi. Kéne egy pihenőszoba a dokiknak. Azt bedobjuk valami ide. Lakberendező biztos nem leszek. Még ez már tényleg nagyon régen kiderült. Jó. Teszünk nekik egy csontvázat. Hát nem teszünk csontvázat. Nem baj, akkor posztereket veszünk. Jó. És... hát igen, pár item még azért kell ide a folyosóra is.
lyukát, mert az nagyon fontos. Jó, kell karbantartó. Oké, és akkor még nézzünk orvost. Oké. Hát, egyelőre ennyi. Na, pörgessük. Aztán meglátjuk. Pharmacy. Aha. Csináljuk. De pont nem fér. És... akkor ide rakjuk. Emlékeztetném a munkatársakat, hogy ne stresszeljenek. Tuni szófa. Főveszünk, mert valaki vorckéjei vannak. És őt rá is állítjuk, hogy csak vorduljon. Azt kent upgrade-elni tudjuk. Csak hogy ne unatkozzon a karbantartó se. Jó, eddig szerintem jól halad. Budi, hát igen, az alapvetően nem árt. Hát azt betesszük ide. Valami nagy. De hát istenem. Kiszárító. Nem mondod. És egy kuka. Kész. És level 4-ek vagyunk. És megkaptuk a licenszt is. Tehát az engedélyt arra, hogy... hogy tudjunk képezni alkalmazottak, tudjuk képezni az alkalmazottainkat. Csak azt kéne tudni, hogy hogyan. Ah, tehát mindenhol bohócok vannak. A helyi cirkuszból szöknek meg. Igen, tehát kell valami, amivel tudjuk kezelni a bohócokat. Jó, az Orb alapítványnak van egy ilyen módszere, amivel vissza tudjuk őket tenni a helyes kerékvágásba, amit tetszik. Jó, és adtak mindent. Na, lássuk. Írja, hogy Anna Clown Clinic Train a staff member. És hogy kell? Ah, training, van egy külön szoba erre. Mondjuk nyilván, ezt gondoltam volna. Meg azt lehet, hogy betesszük ide. És akkor ez ilyen, hát én katedra. Aha. És írásvetítővel nagyon fontos. Nem is tudom, mikor láttam utoljára ilyet. Leteszünk pár ilyen... ilyet. Ablak. Csak hogy látsz, hogy jó, hogy valami történik, mert ez nagyon fontos.
kávé, na hát az biztos, hogy kell. Egyértelmű, hogy kell. Nyilván lyukka is. Ez ide pont jó lesz. Milyen jó már ez ide. Csontváz. Király. Jó. Poszterek. És készen is vagyunk. Oké. Oké. Patients are asked to wait their turn. Na, és akkor itt lehet trénelni. Hát őt ki kéne képezni. De mire is? Fogni, hogy hogy van. Szerintem, hogy itt kitől választani valamit, mondjuk őt tanítsuk treatmentre. De az kéne egy tréner. Ah, de itt csak vendéget tudunk hívni. Mert nincs olyan, aki ezért. Hát 10.000 plusz 5.000 per... Jó. És akkor itt tudjuk... Hát start. Aztán megnézzük. Köszi szépen, hogy szóltok. Ideftek vagy ideftek. Köszi. Köszi. Oké, upgrade-elni tudjuk a drug mixert is. Na ez itt már beüt. És akkor itt jön a vendégelőadó. Meredith Baird. Nagyon jó. Itt már dicsekszik, hány diplomája van. Stonks, megy fölfele, nagyon fontos. Mindenki érti, oda se figyel. Hát, csak a szokásos. Domesticated? Try litigated. The bureaucrats are back. Csak dev, megjegyeztem. Üdvözöllek itt. No amount of paperwork is going to stop these cats from landing on their feet. Pie chart az minden prezekhez kell. Jó. Hát itt zajlik a tréning. Zajlik. Oké. Ez az írásvetítő. Emlékszem még, amikor az agrárra jártam, akkor még nyomták ilyen írásvetítővel. Nyilván sok helyen még most is, csak mondom, hogy szép emléke, genetika ment erről, meg ilyenek. Nem durva. Jó, közben figyeljünk a játékra is. Azt mondja, hogy hát kell... Jajajajaj. Pszichiátria... Betegség. Mystery Guts. Misery Guts. Krónikus. Hát... Ilyen grumpiness. Nihilisztik... Pontos vesző miatt. Gyógyszer kell nekik. Jó, kell egy pszichiátria. Mindjárt építünk. Staff training required. Aha. Oké. Jó, hát na, sajnos nem tudjuk. Igen, itt kéri, hogy képezzük, de az a baj, nincsen... nincsen training room most szabad. De megjegyeztük, később majd lesz erre lehetőség. Jó, csinálunk egy pszichiátriát. Az a biztos. Ez mindig jól jön. Hát legyen ilyen három széles. Ott
van megint a patkány. Jó, na, megállítom, hogy azért a betegek ne halljanak itt meg nekem. Fog kinézni. Lyukát teszünk. A lyuk az fontos. Hát csontvázat nem. Nagyon fura egy kicsit, hogy ilyen treatment terembe raknak csontvázat. És akkor közben a páciens megadja, hogy vajon ő ilyen helyi, vagy nem sikerült, vagy... Jó. És akkor kéne ide ember, csak hogy úgy mondjam. Hon nincs pszichiáter. Én az ötös szint, ezeket kikszeljük. Kikszeljük, hát... Őt fővesszük treatmentre. Viszont a többit kiixeljük. És akkor elindítjuk. Ha! És pont egy pszichiáter bepottyan. Kezdhetsz is, haver. Na és akkor itt vannak a bohócok, akiket képezni kéne. Mármint gyógyítani, bohócokat nem kell képezni. Hát igen, Sabrina Fool. Clown Clinic Unlocked. Nagyon jó. Jó drága egyébként. Mit nem mondjak. De hát... És nyilván 4x4-es kell hozzá. Hova fér ez be jól? Hát csak ide. Akkor betesszük ide, hát most csináljak. Ajtó a világra. Humorfire. Cirkusz. Az igen. Oké. Jöjjön a szokásos. Kb. Így ledobhatná minden automatikusan is. Saját disztró készítés? Milyen disztró? Dev. Jól néz ki ez a cucc. Linux, aha. Hát igen, az jó bóka, a szó sokféle értelmében. Hát kitartást, szerintem tényleg egy jó kis projekt. Jó, ide akkor nővér kell ezek szerint. I have discovered the heater had been jammed with sodium snacks. No wonder it ceased to function. I suspect this is the work of that unhygienic anarchist, Harrison Wolf.
Words will be had, I assure you. És gondolom treatment skill-lel. Erre gyógyszertáros az van, mondjuk ez nem baj alapvetően. Hát akkor képezünk mondjuk téged ilyen treatmentre. És lehet akkor többet is. Ja, és akkor ilyen egy kalap alá be lehet venni csomó mindenkit. Hát itt három staffet kell. Hát treatment hol értelmezhető még? Hát mondjuk itt a board managementnél. Mondjuk akkor most, hát elég kevés lesz, hát mindegy, kezdjük el, ezt meglátjuk. Jó, na nézzük még itt a cirkuszi baleset, 7 páciest, űha! Hát még egyet se csináltunk meg. Na jó, leokézzük. De az nem biztos, hogy most meg tudjuk csinálni. Jackie Sandwich. Orpens, hagyjuk. Ez a másik kórházba is felidegesített csak. Na, chest infection. Na, ez is kapcsolódik a bohócokhoz. Jó. De itt még mindig nincs személyzet. És ez baj. Indítsuk el. Ez a baj, hogy most ugye jönnek majd mindjárt a bócok, ráadásul 7. És nincs nővér se. Na, állj majd kicsit. Ez probléma. Biztos az, hogy építünk még egyet, mert szerintem hetet nem csinál meg egy. Lassan a pénzünk is elfogy. Ez lehet, hogy így fél lesz. Mert itt ez még... Hát nem pörög annyira. Pack a bag, grab a fork, and don't forget your eating shoes, because you're coming on a trip with Chef Ricky. Yes, it's me, Ricky Hawthorne, and today I'll be taking your taste buds all over Two Point County and talking about some of my most favorite comestible experiences. Nurse to the ward, please. Nem veszünk még fel nővért. Hát ha. Érdekes dev, amit mondasz.
Itt megy a gyógyítás egyébként. Egy nem sikerült. Na peregjen. Ez nagy baj. Hát igen, mert nekik nincs treatment skill-jük. Ez nagyon szomorú. Na lássuk. Hát amúgy ez fail lesz valószínű. Vannak gondok. Benszlap kéne. Flemington area is renowned for its traditional Oyster stews. Unfortunately, the guide I was using was maybe a little too traditional, as the restaurant I had planned to visit moved 25 years ago. Luckily, the petrol station held that site sold a really memorable version of that fishiest concoction. It just goes to show, you don't have to be picky when it comes to seafood. It's all good. És egy új betegség, pandemic. De ez már volt. Ja, csak hogy kéne egy ilyen hely, jó. Oké, és még egy internből junior assistant. Jó. És akkor ezzel meg is van a egy csillag. Jó. És van egy új kórház is. Kettő is. Jó. De ezt még most folytatjuk. Mert ezt meg kell csinálni most. Jó. Reception állunk. Milyen reception? Eddig is volt, nem? Ó, értem. Jó, hát ilyet most nem megyünk rá. De értem. Ilyen nagyobb recepció, nem csak egy ilyen kis vacak. Új, de 12-en várnak a mindenit. Gyorsan akkor le kell tenni. Nem is figyeltem. El voltam itt foglalva a bohócokkal. És nagyon kevés lesz. Hát igen, itt most lesz sok teendő, nagyon.
még egy promó. És... jó. Benne van. Akkor Benszlep kéne. Hát lassan már nem ez hely. Hát ide ez nem fér be. Ráadásul ez 4x4-es. Akkor ide nem ezt rakjuk. Hát 3x3-as mi fér ide. Mondjuk ide lehet, hogy tudnánk rakni. Az ott a visszaszámláló nekem nem tetszik. Rage quit. Elment. Jó. Oké. Okay. Hát igen. Na. Akkor kicsit megállunk, és akkor nézzük, hogy mi kell. Gyógyszertár van. És ide nem vár most senki. Jó. GD's Office. Az is van. Hát ide egy valaki vár. Az még tűrhető. Ide 66-an várnak, ami már kicsit sok. De most egyelőre így ennyi. Pszichiátrián van, senki nem vár. Elfekvő... hát mi, hogy van? Van szabad egy, így akkor senki. Jó. Hát egy kardiológia lehetne. Az még ide be is fél szerintem. Jaj, ez csak nem is 3, hanem csak 2. Hát akkor kénytelenek vagyunk így lerakni. Ilyen fura, hogy itt akkor mi lesz, de ez van. Akkor ajtót rakunk ide. És akkor ide jöhet a kardió. Nem biztos a legjobb ötlet kardiót építeni most, de... hát ez van. És akkor majd ide is nővér kell. Mondjuk, ahogy látom, itt most elég jó csak elcsorognak. Az a kérdés, hogy ide beférne még egy GP's office. Lintem be. Igen, csak majd arrébb rakjuk, hogy itt a kicsit jobb helyen legyen. Egyelőre klímát nem rakunk már. Majd ezt később. A növény sokkal fontosabb. Jó, akkor van most már ez is, csak kicsit elrébb hozzuk. És akkor ide teszünk le székeket. Hát aránylag. Egy kicsit fura, de végül is annyira nem szörnyű. Jó, rendben van. Na, akkor most keressünk, hát majd vennünk-e másik épületrészt, valószínű ezt.
egy. Hogy ezt is megtudom. Csak itt a házakat lerombolják. Úgy idően fura, de hát istenem. Oké. Jó, nézzük a személyzetet. Itt vannak skillek. Végre. De akkor gyorsan föl is vesszük. Nézzük az orvosokat. Itt is van nagyon jó diagnosztika, treatment, minden. Ő majd tud képezni. Mondjuk kell majd a lovetta is, hogy fizetni tudjuk, de oké. Ilyet vettünk már. Biztos, hogy vettünk. Veszünk még egyet. Hát szerintem csak egy van. De pillancsunk rá. Na és akkor nézzük a jobokat, orvos. Azt mondja, hogy van 3 pszichó. Diagnosztikai skill. Ő akkor ne kezeljen. Legyen GP-sbe. Meg esetleg pszichiátrián, ha szükség van rá. Diagnosztikán. Megint kevés treatmentünk van. Hát... annyi amennyi. Most ez ilyen. Akkor 2 treatment. 3 pszichó. Mondjuk az meg sok. Akkor őt levesszük a pszichóról. Őket meg a... mondjuk így akkor mit fog csinálni ő? Jelen, mert a diagnosztikán jó lesz. Ezeket levesszük a GP-ről. Hát esetleg még őt. Hát nem, akkor egy mindig legyen a pszichón. Jó. És akkor nézzük a nővéreket. Clown Clinic. Neki sok treatment skillje van, úgyhogy ne legyen diagnosztikán. Ő neki gyógyszer, hát igen, gyógyszerészet, gyógyszeren legyen, hogyha ő elfárad, viszont ő csak gyógyszeren legyen. Ő legyen csak diagnosztikán. Esetleg a Clown Clinic-be, ne Clown Clinic-be, ne, Ward-ba van. Ward és treatment, tehát akkor legyen nyilván így. Őnk meg csak treatment. Jó. Hát illetve nem jó. Mert GD-n 1 van, hát egyelőre nem volt nagy sor, úgyhogy lehet, hogy elég is. Kardion se láttam még senkit, hogy talán oda is elég. Esetleg még őt be... hát majd, ha nagyon sor, akkor átállítjuk. Az a biztos. Jó, hát asszisztens, csináljon mindent. Egyet kell, egy-egyet kell fölvenni mindenképp, egy asszisztenst. Karbantartók. Hát itt mindenki csináljon mindent, mert... hát szellemekhez csak ő ért, de mindegy. Jó. Első körben úgy néz ki, rendben van, asszisztens kell. Ő nagyon nagy mester, így felvesszük. Sajnálatok, tényleg csak azon aggódok, hogy pénzünk legyen elég. Jó, és még van egy csomó room, amit nem csináltunk. Nincs se Deluxe Clinic, se Pants Lab. Hát kelleni fog a plusz épület. Deluxe Clinicnek mekkora kell? 3x3. Hát tegyük ide. Nincs is ilyen páciensünk most. Hát akkor hagyjuk egyelőre. Meg kell váltani ezt a helyet, és akkor utána fogjuk tudni.
Jó, pörögjem. És akkor nézzük, hogy hova fúrja ki magát a dolog. A Health Inspectorunk is van. Ajajajaj. Staff Challenge. Gyógyíts meg 20 pácienst. Nem tudtam lelőni az kányt. Na most megvan. Ott van a kis szemét. Pence lab required. Hát akkor csak kell meg kell váltanunk ezt a helyet. Nem szerencsés, mert pénzügyeink nem állnak túl rúzsásan. A tréninget is kéne nyomni. New to Crumley Mega Market. Crumley Fishmongers. We sell some of the fish you recognize. Nice! And some you don't. You know I'm not sick, Shig. 24 hours a day. Three man keen. This is 2-2-point radio. Kit allokáljunk rá, hát még legyen ő. És akkor hát kettőt tudunk képezni. Gyarogjon. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Inspection report. 30 oldalnyi jelentés, megint nem olvastuk el. A konklúzió annyi, hogy az ország jobb, tehát a jobbak közé tartozik az országban. Well done. Hát rendben van. Ennek örülök. Pence várjon a kedves páciens, mindjárt készül itt 4 nap a dolog. Mindjárt lesz Pence Lab. Nem ilyen egyszerű ez. Na, és akkor ide rögtön leteszünk egy penszlebet. Nagyon minimalisták ezek a szobák amúgy. Ilyen bohóc posztert kirakom. Jó. Hopp. Jó. De ha jól emlékszem, mi is kell? Doktor. Treatment skill-el. De már be is jött egy duki. Ó, nagyon jó. Morrison Tension. Tension, mint összehúzódás, vagy... Nem is tudom, hogy pontosan mi annak a magyar neve. Hát itt a nővérek most hiányban van. Mert ugye tréning van. Attention,
ez a bemondás. I'm sure you've heard of smoking food, but have you heard of smogging food? It's all the rage down in, you guessed it, smogging. While it may be an acquired taste, if I've learned anything about food over the years, it's that acquired tastes are always the fanciest, and therefore the best. Hát itt meg volt skillek. Az jó. Ezt is rendbe kell majd rakni, persze. Kicsit türelmetlenek. Unatkoznak. Na, akkor várjunk csak, ezt megnézem. Azt mondja, hogy előbb láttam itt ilyen arcade machine. 500 kudosz azonnal, abban a pillanatban a nagy Sega logóval. És ott van letéve. Meg ide is teszünk egyet. Na most unatkozzatok. Mi megy rajta? Csak nem a Sonic. Ki gondolta volna? És milyen során? Oda néz. Beszarás. Na jó. Hát ez a 20 páciens, ez nem lesz meg. Az a gyanú. Picit lassan reagáltuk rá a dolgokat. Nagyon sor minden van, iszonyat nagyon sor. Hát ezen a díjkiosztó most nem fog tarulni, szerintem maradjunk annyiba. Kinyitjuk mindet. Amúgy alapvetően nem is a rossz. Hát nővér az biztos nem teachinghoz, hát igen. Jó, de akkor látszik, na, no death. Első ilyen, amióta játszok, nem volt haláleset. Jó, hát akkor nővér, akkor Teaching Hospitalra lehet díjat kapni. Patient's Choice, meg a Prestige-re. Jó, rendben van. Jó, oké is. Na, beindult ez is. Már ez a kórház. Úgyhogy szerintem tök jó, viszont mára szerintem úgy be is lendültünk, úgyhogy itt viszont meg is állnánk. Tehát mára szerintem legyen ennyi elég. Folytatjuk mindenképp a játékot, mert tehát nagyon-nagyon jó szerintem, legalábbis nekem nagyon tetszik. Úgyhogy mindenképpen fogjuk még nyomni, mert tényleg elég jó leköt. Viszont, hát nem is tudom, azt hiszem pénteket írtam, ha jól emlékszem, hogy a Discordon már ott van a program, a heti menü. Ha jól emlékszem, szombatot, pénteket írtam, de már is ránézek a heti programra, hogyha adtok egy pillanat türelmet. Így van, pénteken fogjuk folytatni ezt a játékot. Szóval a heti menü látszik Discordon, a Discord link pedig az abót fülnél. Nyugodtan ugorjatok be, ott látjátok mindig az aktuális heti órarendet. Szóval holnap a The Turing Test nevű játékkal fogunk játszani, ami egy ilyen kis indie puzzle game. Hát majd meglátjuk, hogy megy, mert a puzzle game-eknél, hát fogalmazunk úgy, hogy előfordul, hogy elakadok, de majd meglátjuk. Pénteken folytatjuk a Two Point Hospitalt, szombat délután pedig elkezdjük a Black Mesa nevű játékot, ami ugye egy ilyen community újragondolása a Half-Life-nak tulajdonképpen, de majd akkor beszélünk erről, hogy ez pontosan mit is jelent, meg hogy hogyan is készült az a játék tulajdonképpen. Jó, úgyhogy ez a heti program,
jövő hetet még nem látom, de egyelőre ennyi, amit tudok. Jó, én nagyon szépen köszönöm már a figyelmeteket, köszönöm a followokat, csíreket, donateket, szubokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek a mai streamet. Én kívánok nektek további szép napot, szép estét, találkozzunk holnap. Sziasztok!